Ahogy az a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei katasztrófa védelmi igazgatóság felvételén látszik, ez a földeken dolgozó traktor közel volt ahhoz, hogy teljes egészében leégjen. Műszaki probléma okozta a bajt, a tűzoltóknak vízsugarakkal kellett megfékezniük a lángok tovább terjedését. Miután az árpa betakarítása már befejeződött, elkezdődik a búza aratása, ami különösen a kánikulában nagy tűzveszélyt jelent. Ezek elkerülése érdekében a földeken dolgozó személyeknek ismerniük kell azt a tűzvédelmi szabályzatot, ami meghatározza, hogy milyen feltételek szerint kell elvégezni a nyári betakarítási munkálatokat. Két fontos kulcs szereplője van a tűzvédelemnek itt is. Egyik ugye a betakarítás végző személy, aki ugye meg kell, hogy kapja ezzel kapcsolatos tűzvédelmi oktatást, a másik pedig a betakarításban résztvevő gépek megfelelő karbantartottsága, amire külön szeretnénk felhívni a figyelmet. Nyilván ezeket már idejekorán a gazdálkodó emberek és szervezetek elvégezték, tehát például gondolunk itt arra, hogy 5-nél több gép, erőgép igénybevétel esetén ugye szemlét kell, hogy tartsanak, a szemléről ugye a tűzvédelmi hatóság irányába, jelen esetben a katasztrófavédelmi kirendeltségek felé bejelentéssel kell, hogy éljenek, aztán az elkészült jegyzőkönyveket el kell helyezni az adott erőgépen. A tűzoltósági főfelügyelő hozzátette, a kombájnoknak és az aratáskor használt más nagy teljesítményű gépeknek megfelelő tűzvédelmi biztosítással kell rendelkezniük. Fokozottan szemügyre kell venni az eszközök súlódást végző alkatrészeit, azokat, ahol olaj áramlik, valamint az üzemanyagellátó rendszert. Legtöbbször ezek meghibásodása miatt csapnak fel a lángok. Tapasztalataink szerint az elfáradó gépek okozzák leginkább a nagy tűzveszélyt, tehát nem is az aratás idején, hanem már későbbi időpontban, amikor már a karbantartottság nem olyan állapotú, akkor keletkeznek ezek a tüzek. Jelen helyzetben, tehát július elején csupán egy olyan tűzeset történt a megyében, a szatmári részen, ahol egy bálázógép gyulladt ki, de a tűzesettel összefüggésben felhívjuk az emberek figyelmét, hogy a szabadtéri tüzek száma igen magas a megyében, 408 ilyen eset történt a mai napig, tehát a hőség és a kánikula vonatkozásában fokozott figyelemmel legyünk a szabadtéri tüzek megelőzésére is. A katasztrófa védelem felhívja a figyelmet továbbá arra, hogy a rendkívüli meleg miatt továbbra is érvényben van az országos tűzgyújtási tilalom. Így jelenleg az erdős területek és ezek 200 méteres körzetében a kijelölt tűzrakóhelyek sem használhatóak, de tilos a parlag és a gaz égetése is.